Tizedik alkalommal rendezték meg a Hévízés térsége újévi sakversenyt Hévízen a Polgárok házában. Egy olyan verseny, ami új év búcsúztató és új év köszöntő verseny, mindig január első szombatján tartjuk. A régió 50 kilométeres körzeten belüli sakkozók, sakbarátok, sakcsapatok részvételével, Zalakaros, Balatonszentgyörgy, Keszthely, Tapolcáról vannak Egerszegről, Zalaszángrót és Zalakaros, és ide hívjuk meg a sakbarátokat, hogy egy versennyel, egy sakkozással köszöntsük az új évet. A versenyünk az 2x10 perces, 9 fordulós, egy nap alatt lezajlik, és ezzel köszöntjük gyakorlatilag az új évet. 50 résztvevő nevezett a barátságos versenyre. A díjakat a Hévízi sakszakosztály, vállalkozók és a szervező biztosította. Változó, most a tavaly 54-en voltunk, most 48-an vagyunk eddig, de mindjárt kezdődik, még lehet nevezni 9 óráig, és körülbelül ilyen létszámmal zajlódott le ez a verseny mindig. A díjakat azokat a Hévízi sakszakosztály biztosítja, a sportegyesület, azon kívül vállalkozók, jó magam, a kocsicsárda, üzletek, OTP, Takarékbank, OTP Bank, ezektől a szervezetektől szoktunk díjakat kapni, és így elég szép díjazásokkal köszöntjük a versenyzőket új évre, ami körülbelül 10-15-20 versenyző kap díjakat az első 20. A csapatversenyt a Hévíz gárdája nyerte, Bézsenyi Ferenc, Czövek Imre, Csuri László alkotta a csapatot. Egyéniben első Garai Tamás marcaliese, második helyezett Mikel János kéthelyese, harmadik Rózsa Péter lett a keszthelyi SK versenyzője. Hévízen az ifjúság is érdeklődik a sportág iránt. Örömteli, hogy az iskolában megint sikerült elindítani a sakkoktatást a gyerekeknek, van is érdeklődés, hát sajnos nagy a számítógép és az egyéb konkurencia, a gyerekeknek sajnos nagyon sok elfoglaltságú van, de most is már vannak olyan ügyes gyerekek, hogy az első oktatások után látszott, hogy érdekli őket a sakk, és reméljük, hogy nem maradnak le, mert ez a sakk az tényleg olyan, hogy az iskolai tanuláshoz is, matekhoz, egyebekhez is nagyon jó segítséget nyújt, és bizony kitartást azt nagyon elősíti, mert sok vereség van, de azt el kell bírni, kikaptunk, tanulni kell, és akkor legközelebb jobb eredmény születik. A Hévízi sakszakosztály a nemzeti bajnokságban is szerepel évek óta. A megyei bajnokság másodosztályában játszik a Hévíz, és a Hévízről több játékos játszik a Keszthelyi Spartakusz szakcsapatába, ahol megyei első osztály és MB2-es bajnokságban szereplünk még néhányan. A sakszakosztály, a Hévízi az megnyerte a megyei másodosztályt, gondolkodnak, hogy felsőbb osztályba lépnek, ez még nincs eldöntve. Keszthelyen pedig a megyei bajnokságban harmadik hely körül szoktunk végezni, az MB2-ben pedig olyan ötödik-hatodik helyen.